Március 17-től a vészhelyzet miatt a piac ideglenesen zárva tartott. Ahogy enyhültek a szabályok, a város polgármestere engedélyezte a zöldség és gyümölcsárosítást. Ám a bonyhádi piac tér alapvetően vásár jellegű, így időszerűen dönteni kellett a folytatásról is. Ezért egy felhívással fordultunk a lakosság felé. Egy nagyon rövid, néhány kérdésből álló kérdőívet juttattunk el hozzájuk, hogy a véleményüket megkérdezzük. Szavazhatnak arról, hogy minden maradjon a régiben, hogyha a veszélyhelyzet elmúlik, akkor utána ugyanúgy álljon vissza az a rend, ami volt, és a zöldség és gyümölcspiac árusítása és termékek árusítása mellett újra lehessen az a régi bolhapiacos ruhaneműk és mindenféle egyéb termékeknek az árusítása egy időben, kedden és pénteken a zöldség-gyümölcs árusítással, vagy maradjon az a helyzet, ami most van, hiszen most kedden és pénteken kizárólag ezek a termékek forgalmazhatók, mint ahogy említettem, vagy van egy céllehetőség is, hogy legyen egyéb árusítás, lehessen újra ruhaneműket és egyéb termékeket vásárolni, csak más időpontban, ugyanezen a helyszínen. A piacrendelet módosítása is napirendre került a városi önkormányzati testületi ülésen, annak ismeretében, hogy a kérdőívben választadók szerint hogyan működhessen tovább a város piaca. 461 érvényes szavazat érkezett a piacos kérdővünkkel kapcsolatban, és a válaszadóknak a 82%-a úgy döntött, és arra kérte a testületet, hogy így szavazon, hogy minden maradjon a régiben, legyen olyan a piac, amilyen volt a veszélyhelyzetet megelőzően, azaz ugyanott tartsuk, ugyanabban az időben, és ugyanolyan lehetőségekkel. Mert maga a rendelet is ez a lényege, ezt foglalja össze, és csak erről szól, semmi másról, hogy hol, mikor és mit lehet árusítani a piacon. A hol kérdés az most nem volt kérdés, a piac területén zajlik továbbra is az árusítás, hogy mikor a keddi és a pénteki napokon változatlanul fennmarad, és minden terméket lehet majd kapni, ugyanúgy, mint a veszélyhelyzetet megelőzően. Ezért nem volt okunk arra, hogy ebben a tekintetben változtassunk a piac rendeleten, hiszen a lakosság azon részének a többsége, akik élt a szavazati jogával, ezt szerette volna, ezért a testület ennek értelmében döntött. A jövő hét pénteki piac lesz az első, amely a régi rendszer szerint működik majd.